A Lőrinc Sándort, azt tudom, hogy felakasztották. A Vértes Laci az elég sokáig ült, és nagyon rossz állapotban, fizikai állapotban jött ki a börtönből, de ön egy szóval nem panaszkodott. Azt mondta, hogy nézd, túl vagyok rajta, örülök, hogy legalább életben maradtam. Én végül kaptam 8 év kényszermunkát, ami azt jelentette, hogy a büntetésem bírói ítélet nélkül 3x3, tehát 9 évvel hosszabbítható, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy ha én nekem ezt mind le kellett volna ülnöm, 17 év börtön lett volna, 17 év kényszermunka lett volna a legkevesebb, amit a falak közt kell eltöltsek. Hát megmondom, ez egy olyan nagy sértés volt, és egy olyan sérelem volt az életemben, hogy azt mondtam, ezt tudni kell sok embernek. Mert a mai gyerekek, a mai fiatalok erről semmit se tudnak. Nem az én személyem, de egyáltalán az egész eset, hogy ilyen előfordul, hatott. Tulajdonképpen azt gondolta az ember, hogy ez a rendszer egy egyenes, igazságos, ember szerető dolog lesz. De hát mikor láttam, hogy mi történik, akkor aztán rájöttem, hogy ebből semmi se igaz. Bennem élt egy ma furcsának nevezhető érzés, hogy azok a volt tisztársaim, akik most a demokratikus honvédségben szolgálnak, itt is mindenek előtt a magyar érdeket tartják szem előtt. De igen, én ezt éreztem. És most folytatom. Azon tudtam csak csodálkozni, hogy egy koalíciós kormány létezik, és a volt tisztársaim az általam szélső baloldalinak tekintett pártnak lettek a tagjai. Igen, beléptek. De ezek az emberek ott is felhasználják majd természetesen politikai szempontok figyelembevételével a munkájukat arra, hogy egy érdemleges és megfelelő magyar hadsereg létesüljön. Nagyon furcsán hangzik, nem tudok más mondani. Más lehetőség nem is volt, mint csak az, hogy valaki kommunista pártba belépjen, hogyha egy hadsereget akart vezetni és alapítani és hadseregolni. Hogy ebben mennyi volt a személyes meggyődés, mennyi volt a reál politika, hogy így mondjam, ez is felmerül, és mennyi volt tulajdonképpen aztán később a megismerés vagy az ellenállás, ezt nem lehet tudni. Mindenesetre ők biztos, hogy a legjobbat akarták a magyar népnek, a magyar hadseregnek, és ehhez az ő tehetségük legjavát adták. Pálffy Sólyom, Illy Gusztáv kezdettől fogva meggyőző kommunisták voltak, akik a kommunista pártnak a politikai folyamába benne voltak. Azt hiszem központi bizottsági tagok is voltak, nem vagyok benne biztos. Más szóval ők teljesen a párt szempontjából képesek és hajlandók voltak nézni a hadsereget. Én ezt sose tudtam. Én bennem a hivatásos tiszt, a magyar hadsereg a hivatásos tisztje, ez a szemlélet, ez belőlem soha nem halt ki. Ők hittek abban az ideológiában, hogy márpedig szocialistának kell lenni az országnak, és ezt gyakorlatilag egy olyan hadsereg tudja szolgálni, akár békében, a kiképzése, akár a háborúban, amely megfelel, hogy megvédje az ideológia termékeit, tehát a szocialista vívmányokat. Azt azonban, hogy bármelyik is ateista lett volna, ezt én nem merem állítani. Sőt,
Sólyom László altábornagy nem is tudhatta volna önmagát megtagadni személyében, egyrészt a családi, másrészt pedig az iskolai neveltetése miatt sem. Én őket mindig kommunistának tartottam, mióta mellénk álltak, és ezt még nem tudták megcáfolni azóta sem, és akkor sem cáfolták meg, akkor, amikor még a felszabadulás előtt odaálltak a sor. Őneki olyan vallásos élményekben kellett, hogy része legyen, amelyek kell, hogy kihassanak egész életére, hogy azután ő a katonai nevelésben, és hát aztán az élet által kikényszerített mindenféle mozgalmakban egy kicsit mondjuk háttérbe szorult, és ő más elveket vallott ideiglenesen vagy véglegesen, ez lehet, ezt nem tudom, ebben nem is vitatkozom, de azt merem állítani, hogy abban az utolsó órában, amikor ő tudta, hogy a halál vár rá, halálra van ítélve, és alig van ideje még, hogy akkor ezek a gyerekkorában magával vitt mély élmények, ezek mind előjöttek, és hát mondjuk az ő utolsó óráit lefoglalták, és az Istennel való megbékélését, vagy Istennel való hát elszámolását, azt feltétlenül hiszem, hogy megvolt, és így volt. Teljes egészében elfogadták a párt határozatait, álláspontját, ideológiáját, programját, mert hiszen hát olyan pozícióban voltak, hogy ezt náluk tőlük el is várta a kommunista vezetés. Ők ennek eleget is tettek, nem akartak ők többek lenni, nagyobb hatalmat elérni. Ők úgy érezték, hogy az érdemeiken túl vannak, így is lényegében elismerve, és meg is akarták hálálni, és nézetem szerint meg is tettek mindent, hogy eleget tegyenek annak, hogy kiérdemeljék a megbecsülést és azt a magatartást, amit hát időnként megkaptak, de időnként sajnos nem. Ami hát később, hogy addig jutott el, hogy hát letaroltuk őket, letarolták ugye ezeket az embereket. A rehabilitáció megjelent a újságokban, és hát hivatalosan közölték velünk. Fölhívott akkor a HM-be szolgáló Nagy Kálmán volt osztály és évfolyamtársunk, hogy a kivégzett mártíroknak a temetése a Farkasréti temetőben ekkor, és ekkor lesz is, hát mint volt osztálytársa, tehát gyere ki a temetésre. És akkor hát mondom részben a elmúlt időszaknak a kellemetlen és rossz emlékeim miatt, azt mondtam, nézd Kálmán, jobb nekem távol maradni ettől az egésztől. Hát ez volt talán a legszomorúbb találkozásom Sólyom Lászlóval, mert a temetésén részt vettünk, bizonyos rehabilitációs hangok elhangzottak, hát megadták a végső tisztelet a hadsereg részéről, és a Farkasréti temetőnek egy kiemelkedő dombján ott vannak eltemetve, és a ravatalozótól mi tisztek vittük a koporsókat, és Sólyom Lászlónak a koporsóját egyik oldalon én vittem, azt a kis könnyű koporsót, amiben szegénynek a végső maradványai lehettek.
köpenyben voltam, vörös, fekete szegélyes karszallaggal. És előttem vonult el a Király Béla, ha jól emlékszem, be volt ragasztva így a feje. Na és akkor elvonul mellett előttem a Szilasi, nem messzire, és ott állunk sorfalat, fázott a kezem. Nem volt kesztyűm, aztán bedugtam a köppenzsebbe. Aztán mikor elment mellettem, akkor hirtelen, na, hülye nézett volna ki, hogy kirángatom a kezemet, és akkor nem tudtam más csinálni sapkával, meg mi egymást, akkor így bólintottam, üdvözöltem. Erre megáll, köpött egyet felém, és azt mondja, még mindig nem zsebre dugott kézzel. Célozva arra, hogy én már akkor százados voltam. Yeah. És hát ugye ott álltam, és zsebemben volt valóban a kezem. Ez egy bizonyos vélemény volt rólam. Megmondom, hogy én az Illy Gusztávnéra koncentráltam akkor. Egy özvegy az én gondozásom alatt volt, akit meg lehet, el lehet képzelni, mennyire föl volt indulva. Majdnem azt mondhatnám, hogy nekem ez egy nagy segítség volt. Hogy nem kellett az egészre gondolom elsősorban, nem arra az özvegyre, akit nekem kellett támogatnom. Ott voltak a tábornok a Batta vezetésével. És egy tábornok a Batta mellől kijön, katonai fegyelemsértést követ el, odajön és megcsókol. Aztán visszamegy a sorba, nem akarom megmondani a nevét, és még itt van Budapesten, hogy ezek is érezték, hogy aki alattam szolgált, érezték, hogy ez a király nem árul, ez nem szabotáló, ez nem kém, hogy ott egy tábornok ezt demonstrálta avval, hogy kiáll a Batta mellől, odajön, megcsókol, én visszacsókolom, és akkor mentünk. És amikor kijöttünk, ott találkoztunk a Nagy Imrével, lekezeltünk, két-háromszor beszéltünk. Ez a javíthatatlan optimizmusom az diktálta nekem, hogy most egy új kor kezdődik. Szent meggyőződésem, ha Sólyom Lászlót nem végzik ki, nem gyilkolják meg 50-ben, akkor sor került volna rá 58-ban. Én az egész jelleméje, az ember szeretetéje, humánus alapon gondolkodott. Meggyőződésem, hogy 56-ban Nagy Imre mellé állt. Gyurkó László írja a Kádár Jánosról szóló könyvében. Nem kommunista az, aki ismeri a perek történetét, és azóta nincsenek nyugtalan éjszakái. Gyémánt adásnak voltak-e nyugtalan éjszakái? Persze, persze. Nagyon-nagyon nagyon rossz éjszakáim voltak, és ezt jól lehet, én személy szerint tényleg egyik ügyben sem voltam, szóval, hogy mondjam, semmilyen vonatkozásban, sem perdöntő, sem ez ember. De hát, mint az egész ügy bánt emberként, meg azt is, hogy annak a pártnak a nevében követték el, amelyiknek én is a tagja vagyok. Bizonyos fokú lelkismerete volt az embernek, mert végig-végig gondolta, hogy lehetett valamit csinálni, és meg lehetett volna akadályozni ezt a tragédiát, meg ezt a kellemetlenséget. De én ahhoz se járultam hozzá, egy szikrányit se, hogy ezekre még csak egy babszemet is dobjak feléjük, mert meg voltam győződve, hogy nem érdemlik meg, becsületes emberek, rendes emberek, stb. Ezért alapvetően nem volt lelkismeretfordulásom. Ha sajnos történelmileg ez egy tragédia volt, arról nem én tehetek. Én 1956-ban éreztem ezt először, bár előtte is voltak bizonyos érzéseim, hogy nem minden úgy van, ahogy ezt nekünk mondják. De 56-ban, amikor a valóságot megismertem, akkor hát ilyen önkritikát is érezve, éreztem, mert éltem át mindazt, ami történelmünkben előfordult. De ugyanakkor meg is szilárdított, hogy van erő ebben a pártban, és bennem is, hogy szembenézek múltam hibájával, múltunk hibájával, többek közt azzal a beszéddel is, amit elmondtam Sólyom Lászlónak a letartóztatása utáni aktíva ülésen.
A shakespeare-i tragédiák azok langyos bohózatok ahhoz a tragédiához képest, ami Pálfival, Sólyommal, Révai Kálmánnal és az egyebekkel tört. Megmondom őszintén, hogy avval az időszakkal, amikor a katonai politikai osztály főnöke volt, azért én nem imádom a Pálfit, mert ott nagyon sok igazságtalanság, emberkínzás, stb. Történt. Ezt meg kell mondani. De végül az ember életében vannak határkövek, ami az alatt történt, mint politikai, az csúnya volt. Mint honvédség felügyelője a Pálfi, mint katonai vezető, mint magyar hazafi kifogása. A Pálfi egy őrvezetővel úgy tudott beszélni, mint a vele egyenlő honfitársal, polgárral. Az Illi mindenkivel úgy tudott beszélni. A Sólyomban volt egy ilyen bizonyos felsőbbrendűségi modor, nem lenyűgöző, vagy nem agresszív. Ez volt az, ami mondjuk őt nem tette olyan közeli baráttá, mint a másik kettőt. De ismétlem, martír, kitűnő magasabb vezető volt, és a hadsereg abba a krémjébe tartozott, amit az előbb leírta. Az úgynevezett sztalinizmusnak az áldozatai, annak a legkrudélisabb, legkörmönfontabb, hát magyar módja. Tehát erről napokig tudnék beszélni az ő hármokéről, mert ez egy dráma, fantasztikus, tragikus. Az én ma saját életemben pedig, hát a szocializmusról és a kommunizmusról és a Szovjetunióról alkotott egész véleményem, ideológiám átrendezésére kellett, hogy sor kerüljön 49 után, ahol nekem, az én nyomorúságomnál fogva, az én barátaimmal szembe kellett állást foglalnom. Hősöknek vagy áldozatoknak tartja a kommunista tábornokokat? Mennyire voltak felelősek saját sorsukért? A hős szó nem stimmel, mert hős az, aki az ellenfél kardjától bukik el. Áldozat sem teljesen adekvát, mert tulajdonképpen egy tömegszerencsétlenségnek vannak áldozatai. Ezt azért nem nevezhetjük tömegszerencsétlenségnek. Én talán a mártíromságot tartanám a legmegfelelőbb megjelölésnek. Talán, nem biztos, hogy így van. Hogy felelősek voltak? Feltétlenül. Feltétlenül felelősek voltak olyan értelemben, hogy előmozdították ennek a rendszernek a létrejöttét. Persze az őszinte hitük enyhítő körülménynek is betudható. Ez már megítélés dolga, hogy ezt hogy fogja majd a történelem megítélni. Mindenkit támadnak, aki kommunista volt, ez idő szerint. Na most, amit a jövőképet illeti, nekem az az érzésem, benyomásom, hogy a történelmet a győzők diktálják, illetve éppen hatalmon levők, hogy milyen lesz a jövő hatalma, ki lesz az, ezt nehéz ma kiszámítani. Tehát nagyon kiszámíthatatlan, hogy ki fogja diktálni a történelmet egy belátható vagy beláthatatlan jövőben.